Ez itt a képviselői percek, üdvözlöm a kedves nézőket, és a mai vendégünk Kovács István, a 9-es választókörzet DK-s képviselője, akit szeretettel üdvözlök itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Egy olyan témát hozott hozzánk, ami most nagyon aktuális. Ugye az energiaválság miatt egyre nagyobb a költsége a fűtésnek, energia szükségletek kifizetése egyre nagyobb a, a lakó kör, környezetünkben és a lakásainkban. És hát egy olyan pályázatot írt ki az önkormányzat, amely arról szól, hogy lehet a lakások energiaköltségeire támogatást igényelni. De mire lehet pontosan igényelni ezt a támogatást? Igen, ezt decemberben fogadta el a bizottság, ezt a pályázatot írást egyhangúan mindenki megszavazta. Én egy picit előre mennék, a, amit szerkesztő úr mondott, mondatot, hogy energiaválság. Én ezt egy kicsit nehezen tudom befogadni a válságot, mert, mert energia van. Itt inkább ugye az árról van szó, hogy, hogy, hogy rágultak az energiák, mert, mert gáz van, villany van, fa van, pellet van, minden van, csak, csak hát ugye sokkal, 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 drágább. Ezért az önkormányzat úgy gondolta, hogy, hogy segít egy picit, a, 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 ahogy a az erejéből és a költségvetéséből tud, és ezért Német Zoltán alpolgármester úrral összedugtuk a fejünket, és akkor csináltunk egy ilyen energetikai pályázatot, ami ugyanígy első hangzásra azt mondom, hogy nem egy nagy összeg, ez egy 200 ezer forintra lehet pályázni, de ugye nem szeretnénk azt, hogy nagy összegre pályáznak, erre a jól tudom, 9 millió forint áll rendelkezésre erre a pályázatra. Tehát most, hogyha kiírunk ugye egy nagyobb összeget, akkor, akkor sokkal kevesebben tudják igénybe venni uh -huh. ezeket a pályázati lehetőségeket. Mi az összefüggés, tehát miért tudják kevesebben igénybe venni, ha nagyobb az összeg? Hát azért, mert ugyanis 9 millió a keret, uh -huh. és akkor mondjuk ha azt mondjuk, hogy 500 ezer forintra. Igen, uh -huh. ja, hogy a kereten belül, a kereten belül uh -huh. ugye, hogyha 200, akkor ugye ez egy matematikai uh -huh. osztásszorzás, és akkor, akkor, tudjuk, hogy sokkal többen tudják igénybe venni. Természetesen ugye, ahogy az energia árak, úgy ugye a, maga az épületgépészeti árak is mentek fölfele. Mi nem azt mondjuk, hogy ebből a 200 ezer forintból most mindent meg lehet csinálni, ami energiatakarékos, de például amire lehet pályázni, hogy megvan egy fűtésrendszerem, olyan radiátor szelepeim vannak, amit, amit kézzel kell tekergetni. Általában tudjuk, hogy ezt nem is tekergetjük, mert mert nyitva hagyjuk, aztán hagy mm. Tehát arra például be lehet pályázni, hogy termosztatikus radiátor fejcserére. Mm. Tehát akkor rögzítsük, nem arról van szó, hogy a fűtőanyagot fizetik ki ebből a pénzből, hanem hogy korszerűsítik a fűtésrendszert otthon, igen, illetve igen. leszigetelhetik mondjuk a falakat esetleg ebből a pénzből, vagy ennek egy ezt tudják támogatni, annak egy részét, hogy leszigetelik a házat, Úgy van. Vagy kicserélik a a nyilászárókat, szigetelő, szigetelt nyilászárókat. Úgy kazán cserére uh -huh. például, radiátor cserére, a radiátor mögé hőtükör, egyetlen egy elektromos oldal van menne például LED világításra, ott egy kicsit bekorlátoztuk, ott 15 darab LED izzóra, maximum 15 darab LED izót lehet vásárolni. És igen, ahogy tetszett mondani, akár mondjuk födém szigetelésre például arra is lehet. Uh, ahogy az előbb mondottam volt, ugye ha körbe szeretném szigetelni a házat, akkor az ugye az több százezer forintos, attól mekkora a háznak az alapterülete, illetve a falfelületek, uh, de azért mégis valami kijön. Még például egy kazán cserénél uh, egy példát tudok mondani, egy középkategóriás kondenzációs kazán, ami, ami jó, megbízható, az mondjuk 324 ezer forint, és mondjuk abból, hogyha 200 ezer forintot Uh -huh. ugye megnyer a pályázó, akkor csak 124 ezer forint, hogyha így számoljuk. Tehát Nagyjából azért soroljuk föl, tehát mikre lehet ezt igényelni? Akkor okay, egy kicsit puskázok, mert én hoztam egy kis puskát. Uh, hogy tudják a uh, emberek... Például épület is, tehát ez, uh, ezt a pályázati kiírást ezt le lehet tölteni a pont n uh -huh. ott uh, megtalálja minden pályázni uh, kívánó, Azokat az adatlapokat és azokat a dokumentációkat, amiket ki kell tölteni, ez be ott minden le van írva. Benyújthatják elektronikus úton is, benyújthatják személyesen vagy postai úton. Uh -huh. Ott találnak egy telefonszámot, ha bármilyen kérdés van, akkor a szakiroda az készségesen áll rendelkezésre, hogy, hogy olyan pályázatól jöjjön be, ami, ami nem hibás. Uh -huh. Ugyanis a a magát a pályázatot a Környezet és Közrendvédelmi Bizottság fogja elbírálni, és a pályázati kiírásban meg is le is van írva például, tessenek jól elolvasni, ott le is van írva, hogy, hogy automatikusan nem vesz részt a pályázaton, hogyha valami hiba, uh -huh. formai hiba, vagy, vagy éppen egy, egy olyan adatlap nincs beküldve. És visszatérve a kérdésére, ugye épületszigetelésnek nyílázárok cseréje, amit beszéltünk, annak utólagos szigetelése, amit mondtam, hogy födém szigetelésre, utólagos hőszigetelésre, homlokzatok hőszigetelésre. A fűtés korszerűsítésnél a hőadok cseréje, hőtermelők kazánok cseréje, beépítéssel, radiátorok cseréje, amit mondtam, termosztatikus szerepek cseréje, programozható termosztát, mert az sem egy, egy uh -huh. hátrány, mondjuk egy fűtés korszerűsítésbe, ha már mondjuk egy ilyen wifi termosztátot berak az ember, és akkor a telefonján is most már ebben a mai világban tudja kezelni a fűtését. Hát igen, mielőtt hazaér, akkor le hát tudja kapcsolni. És közben. akkor meg tudja nézni. Én nagyon sokszor járok úgy például, hogy hogy sietek, meg késésbe vagyok, és akkor mikor már két kilométerre vagyok, akkor fú, levettem a termosztátot, mert nem vagyok otthon, akkor nem kell 20 fok, akkor elég csak 18, és akkor általában, amikor eszembe jut, hogy ez a kérdés, akkor általában nem vettem le, és akkor mm -hmm. már telefonon tudnám irányítani, mm -hmm. ugye otthon, hogy akkor leveszem, mert nem tenni. Sokan, nagyon sokan átállnak elektromos fűtésre, és vesznek ilyen hűtő-fűtő Erre is lehet igényelni? Igen. Mert Igen. ugye a gáz drágább. Igen, mint lehet, lehet igényelni. Mm -hmm. Ö, az is benne van a, a pályázati kiírásban. Egy elég, és köszönjük szépen a hivatalnak, és mindenkinek, aki ezzel a pályázati kiírással dolgozott. Én úgy gondolom, hogy hogy nagyon jól összevarakva ez a pályázati kiírás. szerintem jól érthető. Azt tény is való, hogy az elejétől a végéig akár kétszer is el kell olvasni, ahhoz, hogy minden, minden rendben legyen, és hát várjuk a pályázatokat. és és a, a bizottság az, az, ugye vannak olyan időszakok, amikor nincs testületi ülés, előtte nincs bizottsági ülés, de azt beszéltük a polgármester úrral, hogy rendkívüli bizottsági ülést fogunk összehívni, illetve össze fogok hívni, mint bizottsági elnök, direkt azért, hogy ezek a pályázatok ne, ne ott parkoljanak bent a, a szakirodánál, hanem minél előbb döntsünk, és a akik pályáztak, minél előbb meg tudják kezdeni ezeknek a Tehát akkor a pályázati írás megtalálják a budafogtétén.hu oldalon, illetve benyújthatják egyébként írásban is az önkormányzatnak, és mi a határidő ennek határideje van? E, a maga pályázat az 2023. december 31-ig szól, van kiírva, és folyamatosan be lehet adni mm -hmm. pályázatokat, mindent le kell írni, és utána Igazából az történik, hogy elbírálja a, a, a bizottság, kiértesíti a szakiroda a pályázót, hogy megnyerte a pályázatot, és kilenc hónapon belül kell neki számlát fölmutatni, és ami itt a, a fontosság erejével él mondat, hogy ezt a szakiroda ellenőrizni fogja. Tehát, tehát igen, hogy elvégezték el, a munkát, elvégezték el, munkát, azt a munkát végezték el, ami a számlán, illetve a pályázaton van, tehát semmiféle visszaélést nem szeretnénk ebben kapcsolatban, hogy, hogy legyen. A pályázatot ugye december decemberi bizottsági ülésen fogadtuk el, egy ilyen kérdés is jött, hogy ugye kilenc hónapon belül kell Mutatni a számlát, hogy esetleg visszamenőleg, mondjuk aki novemberbe csináltatta meg, nem, december 8-ától, azt hiszem akkor volt a bizottságülés, akkortól él a pályázat, és akkortól lehet ezeket. Tehát visszamenőleg nem uh -huh. számolunk el semmit. Hát nagyon reméljük, hogy azért semmiféle visszaéléssel nem próbálkozik senki, és nagyon sokan elnyerhetnek támogatást ebből a keretösszegből, ebből a 9 millió forintos keretösszegből. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk szépen, hogy önök Kovács Istvánt, a 9-es választókörzet DK-s önkormányzati képviselőt, képviselőjét hallották és látták. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Én köszönöm, is szép napot!